Hát azt gondolom, és ezt fejeztem én ki a fórumon is, hogy ez az, amit tehát lehet képzéseket áttelepíteni városok között, nyilván gazdasági számításokat lehet mellé tenni, még azt is lehet, ki lehet mutatni, hogy egy picikével olcsóbb lehet ugyanaz a képzés az egyik városban, mint a másik városban, de 160 év felhalmozott tudását azt nem lehet egy másodperc alatt újra teremteni. Az csak pusztítást eredményez. Ugye azt még hozzá kell tennem, hogy érthető legyen ez a helyzet, hogy miután nekünk tényleg nincsenek konkrét tudásunk arról, hogy ez egyáltalán egy komoly koncepció-e, nagyon bízunk benne, hogy ez nem így van. Talán ez a túlérzékenység, ahogyan a rektor helyettes úr is mondta, abból fakad, hogy nem csak 2 éve volt ilyen próbálkozás, de 10-valahány évvel ezelőtt is volt ilyen próbálkozás, sőt, ha visszamegyünk hosszabban, már 100 évvel ezelőtt is volt ilyen próbálkozás, mert ez a terület akkor is nagyon értékes volt, ahogy a város fejlődött, egyre értékesebb lett, anyagilag is meghatározhatóan értékesebb lett, de erre mondom én azt, hogy nem csak anyagilag meghatározható értéke van, hanem ennél sokkal nagyobb érték az a közkincs jellege, amit itt a környékbeli lakosok, sőt, az egész város tulajdonképpen használni tud. Tehát ezért gondolom úgy, hogy nem lehetséges más alternatíva, csak az, hogy itt marad ez a képzés. Tulajdonképpen a Budai Campus, itt 120 éves fák vannak, folyamatos megújulásban van. Itt több mint 2000 növényfaj található, és ugye tudjuk, hogy a Gellért-hegy déli lejtőjén vagyunk, tehát ez a szubmediterrán klíma, tehát itt olajfák vannak, pálmafák vannak itt a területen kívül, tehát amit a terület is át tudják észlelni, tehát ez a 3 karból, például a 2 kar számára életfontosságú tananyagot is biztosít, azon kívül a tájképi elemek, a növényi ismeretanyag, tehát a hallgatók itt tanulnak az arborétumban egy térkép alapján, és utána történik a növény beszámolójuk. Tehát ez ilyen szempontból is nagyon fontos kérdés. Semmi konkrét megkeresés nem érkezett, tehát az intézmény felé semmilyen befektetői csoport részéről nem érkezett ajánlat, abszolút a múlt hírei tulajdonképpen azok, amelyek a neten olvashatóak voltak, hogy hány évvel ezelőtt milyen értékben látott napvilágot, de akkor sem konkrét az intézmény felé megjelenő ajánlat formájában bármilyen érték, ami az ingatlanra vonatkozóan számszerűsíthető. Tehát azt tudom megerősíteni, hogy semmilyen az ingatlannak kapcsolatos érdeklődés nem jelent meg. Köszönésképpen a tegnap a médiában ezzel kapcsolatosan megjelent információra se tudunk mit mondani, mert ugye hozzánk, ahogy a kancellárasszony sem tette, az életegy világon semmilyen nem jutott. De nem hivatalos sem, tehát még magánbeszélgetésen sem jutott el semmilyen információ, pontosítom saját magam, semmilyen információ nem jutott el hozzánk ezzel. De természetesen amennyiben az a döntés születik, bármilyen forrásra is hivatkozva, hogy a Budai Campust el szeretnék választani a Corvinus Egyetemről, a Budai Campust el szeretnék költöztetni jelenlegi helyéről, akkor természetesen utcára fogunk vonulni, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg.